Folytatódtak az ellenzéki megmozdulások Fehér-Oroszország fővárosában. A tüntetők szerint az elnök Alekszandr Lukasenkát csalással választotta magát újra. A választás tisztaságát megkérdőjelező ellenzéki jelölt Svjatlana Tsihanouskaja elhagyta az országot, azonban azt állítja, hogy önként távozott hazájából. Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a tömeget a rendőrség Minszkben. Többen megsérültek, és az egyik tüntető életét vesztette, miután működésbe lépett a kezében az a robbanó szerkezet, amit el akart dobni. A demonstrálók szerint a 90-es évek óta hatalomban levő elnök választási csalással győzött a hétvégén, ezért a lemondását követelik. A hatodik ciklusát hivatalos adatok szerint több mint 80%-os támogatottság mellett megkezdő Lukasenka szerint külföldről irányítják a megmozdulásokat, azonban úgy vélte, hogy a hatóságok megfelelően jártak el. Letartóztattuk a szervezőket, akik sokszor a sarkokban bujkáltak. Csak nem 3000 embert vettünk őrizetbe, főleg Minszkben. Sokan közülük részegek voltak, vagy be voltak drogozva. Azért reagáltunk ilyen keményen, hogy még időben eloltsuk a tüzet, mert ha az beindul, akkor később nagyon nehéz lesz megállítani, mondta az államfő. Az elnök egyik ellenzéki kihívója, aki továbbra sem fogadja el a választások eredményét, Litvániába ment, azonban azt állítja, hogy nem kényszerítették Fehér-Oroszország elhagyására. Egy nagyon nehéz döntést kellett hoznom, amit teljesen egyedül hoztam meg. Tudom, sokan megértenek majd, de azt is, hogy sokan el fognak ítélni. Kérem, legyenek óvatosak, egy életet sem érdemes feláldozni azért, ami most történik, mondta az ellenzéki jelölt. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a Fehér-Oroszország elleni szankciókat az Európai Unió azután oldotta fel, hogy az ország pozitív lépéseket tett, például a politikai foglyok szabadon engedésével. Most azonban az EU-nak ismét tárgyalnia kell arról, hogy ez mennyire érvényes az elmúlt napok eseményeinek fényében, jelentette ki a német külügyminiszter, aki a békés tüntetők szabadon engedését követelte. Közben ellenzéki politikusok országos sztrájkot hirdettek az állami szférában, hogy megbénítsák az országot.